Hello, Lucy, sziasztok, vagyok, és a mai napon a Forza Motorsport 5 GameStar online videó készültem számotokra. Ha valaki leül egy új generációs konzol elé játszani, természetesen az első, amit gorcsó alá vesz, az a grafika. Nem történt ez más, hogy ezen játék esetében sem, és be kell vallani, hogy egyszerűen gyönyörű, amit látunk. Ez természetesen nem elegendő a boldogsághoz, de a Forza 5 esetében a tartalomra sem lehet van, az igaz, nincs benne annyi, mint mondjuk a Forza 4-ben volt, autóból is, pályából is kevesebb van, de ettől függetlenül el lehet benne mélyülni. Ez a játék nem arról szól, hogy a lehető legmenő verdákkal száguldva csapjuk falhoz ellenfeleinket, sokkal inkább az autók szeretetéről szól, és azok megismeréséről. Külső és belső tulajdonságaikon keresztül egészen a történetükig, amit a Top Gear csapata Jeremy Clarkson, Richard Hammond és James May ismertet. Meg az autók tulajdonságai tényleg meghatározzák azok viselkedését, mindegyik más, mindegyiket máshogy kell vezetni, és ha valami tuningot alkalmazunk, onnantól az is egyértelműen érezteti a hatását. Ezeket az autókat vásárlással tudjuk feloldani, ha megfelelő mennyiségű kreditet gyűjtünk össze, vagy megfelelő mennyiségű tokent vásárolunk eredeti pénzért. Különböző kategóriákba sorolhatók a versenyek, de mindegyik kategória azonnal elérhető, össze kell gyűjteni az autók áret, és azzal mehetünk, amivel csak szeretnénk. A készítők egy nagyon érdekes irányból közelítik meg ellenfelénk mesters és intelligenciájának kérdését, ugyanis gyakorlatilag nincs nekik. Egy felhő alapú van, ahol minden játékosnak van egy saját profilja, ami a vezetési stílusát tartalmazza, és a rendszer ebből generál egy avatárt, amit bevet más játékosok ellen, akik lehetnek akár a világ másik pontján is. Abban az esetben, ha valamelyik ellenfelünk agresszíven vezet, akkor valószínűleg annak az avatárnak a mintajátékosa is lögdösődik futamok közben, ha valaki pedig betartja a szabályokat, akkor a mintajátékos is így tesz. Ennek a drivatár névre hallgató rendszernek köszönhetően minden versenyünk más, minden ellenfelünk karaktere egy kicsit máshogy viszonyul ahhoz a pályánhoz, amin vagyunk. Ennek köszönhetően egy kicsit kisebb probléma az, hogy egyébként csak 14 pálya került be a játékba, ami még a különböző variációkkal együtt is meglehetősen hamar kiismerhető. Az xbox esetében már a kontroller ravasszaiba is építettek rezgő motort, amiről így látatlanban elég nehéz megmondani, hogy pontosan mit is ad a játékélményhez. Azonban azok, akik esetleg kipróbálták, kipróbálják, nagyon hamar rájönnek, hogy elképesztően jó lehetőség, hogy érzékeltessék a gázadagolás megfelelő pontját, mennyit adhatunk az ideális gyorsulásnál, és mennyi az, ami már túlzottan sok, így még több információhoz jutunk gyakorlatilag a kezeinken keresztül. Összességében egy kicsit talán hiányos játékról van szó, nincs benne elég pálya, nincs benne elég autó, de kifejezetten jól kihasználta a technológia adta lehetőségeket, és a Drivatar rendszer pedig igazán ötletes. Nálunk 8,7-et ért el a 10-es de amint tehetitek, próbáljátok ki, és döntsétek el, hogy nektek mennyire tetszik. Ennyire volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!